kiderült, ki az a 8 fiatal, akik a versenynap döntőjében szerepelhetnek. Szombaton megtartották a tehetségkutató verseny elődöntőjét, ahol a klasszikusoktól a kortárs költőkig színes verspalettával érkeztek a diákok. Bemutatkozott az a 14 középiskolás diák, akik az előválogatóból a döntőbe készültek. Kubik Anna színművész szerint néhány éve még sokkal több tanáccsal kellett ellátni a diákokat a versválasztással kapcsolatban, most azonban sokszínű és tartalmas előadással találkozhatott a zsűri. Szívet melengető volt, hogy olvasnak ezek szerint, hogy a felkészítő tanárok is hangsúlyt fektetnek erre, hogy ne csak a kötelező tananyagból legyenek versek, hanem mással is foglalkozzanak. Sok kitűnő vers hangzott el itt ma délelőtt, és ez jó érzés volt. Már a kora délelőtti óráktól nagy volt a sürgésforgás Tácz Gorziumban, ahol ismét személyes részvétellel rendezhették meg a Florália tavaszköszöntő ünnepet. Rengeteg hagyományőrző keltette életre az ókori római birodalom hangulatát. Leglátványosabb nyitó programelemként Hadrianus bevonulását és Gorzium új tanácsépületének jelképes megáldását kísérték figyelemmel az érdeklődők, majd a szabadtéri színháztérben rendezett produkciókkal folytatódott az ünnepség. Volt harcászati bemutató, ókori divat bemutató és színházi komédia is. A programsorozatot május 8-án vasárnap változatlan formában megismétlik. Plautus 72 katonáját mutatjuk be, ez pedig egy fabula Atellani stílusban az ókori római komédiának az alap karaktereivel, Pappussal, Bacchussal és a örömlányokkal és fiatalokkal, tehát minden olyan római színházi alapkarakter benne lesz, ami a leírásokban szerepel, ez egy derűs komédia lesz. Folyamatosan érkeztek a Hímerház báltermébe azok a szerencsés fehérváriak, akik a királyi desszertverseny 500 fő zsűriének tagjai lehettek. Fehérvár első királyi süteményversenyét helyi cukrászoknak írták ki az aranybulla emlékévhez kapcsolódóan. A verseny napján 10 nevező összesen 15 desszertje közül választották ki a legjobbat. A zsűri összetétele pedig rendhagyó, azokat hívták megkóstolni, akik kitöltötték és beküldték a Turinform iroda honlapján elérhető kvízt. Nagyok a kicsikért címmel tartottak jótékonysági fesztivált a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban. Látványosságokkal és gyermekprogramokkal várták a családokat. A már hagyományos jótékonysági megmozduláson ezúttal erős ember verseny is volt, sőt egy különleges kosárlabda meccset is tartottak, ahol zenészek és influencerek csaptak össze. A cél, hogy minél több adományt gyűjtsenek a megyei kórház gyermekpszichiátriai szakrendelés és gondozó részlegének. Abban nem tudunk belegondolni, és azon megfeszülni úgymond, hogy mennyit tudunk összeszedni. Mi igazából megalapítjuk az alapvető infrastruktúrát, a lehetőséget, és csak reménykedünk abban, hogy lesz annyi adományozó, tehát minél több adományozó, hogy minél többet tudjunk nyilván adni. Én azt gondolom, hogy általánosabban véve 6-800 ezer forintot szoktunk tudni összeszedni.